Évszázados asszály sújtja az agrárgazdákat. Az arányos időszakban mindössze 120 mm csapadék öntözte földjeinket. Veszélybe került az őszi vetések többsége is. A jótékony tavaszi szél és a csendes eső talán segíti az agrárgazdákat, ugyanakkor ne feledjük, hogy évszázados asszály sújtja a mezőföldet. Hiába nézzük itt a zöld vetéseket, az alapvetés ugyanaz. 120 éve nem volt ilyen asszály a mezőföldön. A mezőgazdasági termelők joggal aggódnak. Fejér megyének mindösszesen 0,5 milliméter jótékony csapadék jutott novemberben. Ténylegesen százados vagy száz éves minimális csapadékunk hullott. Több mint 40%-kal kevesebb az a csapadék, ami lehullott idáig. Az előző hónap például 0,5 milliméter volt a térségbe, megyébe, és a csapadék, ez azt jelenti, hogy ami hajnalban lecsapodott, azon kívül nem volt csapadék, de összesen sem érjük el idáig a 360 millimétert. A szakember attól tart, ha a téli időszakban sem lesz elég eső vagy hó, már pedig az előrejelzések ezt mutatják, baj lehet a tavak vízháztartásával is.